No hát kedves nézők, ismét itt vagyunk, mindjárt folytatják a közvetítést ott a helyi brit TV-nél. Addig beszéljünk a további párosításokról. Ugye ma még rendeznek egy Nathan Aspinall James Wade mérkőzés, kire tennél? Aspinall nagyon följött az elmúlt mondjuk másfél évben. Az nem kifejezés, hogy mennyire feljött, hogy az elmúlt két világbajnokságon elődöntőig jutott egyaránt. Én jelen pillanatban inkább rátenném a voksomat, hogyha mindenképpen voksolnom kellene. Egy elképesztően szimpatikus és egy nagyon tehetséges fiatal emberről beszélünk a személyében. Ő már az új generáció tagja, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő személyében egy leendő világbajnokot azért nyugodtan üdvözölhetünk. Megvan benne vaskosan a potenciál. Egyébként meg egy iszonyat mókás srác. Zvolléban volt szerencsém végignézni azt, hogy a színfalak mögött mit bohóckodik. Egy elképesztő figyelme. Nagyon. Hát sok szurkolója lett, az biztos. No, és aztán ugye Van Gerwen ellenfele majd Johnny Clayton lesz a verseny 16. kiemeltje. Tehát elvileg ugye nem is nagyon adtak ki komolyabb occot Gerwenre. Nem is értem, hogy miért. És majd a nap végén egy igazi rangadó két korábbi világbajnak, Rob Cross és Adrian Lewis között. Igen, az egy érdekes mérkőzés lesz, hiszen bár egy egyszeres és egy kétszeres világbajnokról beszélgetünk, eddig mindössze ötször találkoztak egymással. Úgyhogy nem tudom, abból az öt mérkőzésből függetlenül attól, hogy összesítésben Rob Cross 4-1-re vezet, olyan messze menő következtetéseket nem mernék levonni, főleg azért, mert Lewis az utóbbi időben eléggé feljövőben van, kezdi újra megtalálni a régi önmagát, de azért nyilván még kell neki egy kis idő, ugye ő is nagyon mélyről jött vissza. Igen. És egyébként kaptunk egy kérdést, bár Csizi a mai napon nem játszik, de itt Gondos Viktor Paksol érdeklődött, hogy mit gondolunk Csisznának az esélyéről, hogy mennyi esélye van neki megnyerni ezt a versenyt, illetve hogy az utóbbi években eléggé visszaesett a teljesítmény, hogy ez minek köszönhető, mit gondolunk erről. Hát, hogy a bookmakerek mit jósolnak Csisznának, azt nem tudom, nem szoktam megnézni ezeket az oldalakat, hogy itt szerintem mennyi esélye van, közhelyet fogok mondani, ugyanannyi, mint az összes többi játékos társának. A távolság az ugyanúgy 237 cm, a tábla közepe 173 magasan van, ugyanúgy 10 nyertet kell nyerni az első két körben, 11-et az elődöntőben és a döntőben. Csizi játékában benne van, ugye ő egy nagyon komoly 180 haigáló. Meglátjuk, hogy most melyik formáját fogja elővenni. Az mindenképpen pozitívum az ő esetében, hogy ugye nyilat váltott, támogatót váltott, eljött ugye a targettől. Közben Smith begyűjti a leget. Bizonyám, és ezzel már 4-2. Tartja a kezdését. Úgyhogy én szerintem Csizit sem szabad leírni. Benne van ugyanúgy. Itt mind a 16 játékosban, aki itt van. Jó, talán Johnny Clayton egy picit handicappel indul, hogy éppen a világ első ellen kell, ugyanúgy, mint tavaly. Akkor is ugye Clayton Van Gerwennel kellett, hogy csatázzon az első körben. Egyébként Csisznál majd Daryl Gurney-vel játszik holnap. Gary Anderson ellenfele Ian White lesz. Világbajnok Peter Wright Joe Cullennel csap össze, Gervin Price pedig Simon Whitlockkal, mint a VB-n. Arra a mérkőzésre kíváncsi is leszek nagyon. Nem szeretnék nagyon csúnyákat mondani, mielőtt Devics Ádám barátomat megsérteném, de közben. Igen, a harmadik Smithnek, összességében az ötödik a mérkőzésem. Ugye Price talán még Mansournál is nagyobb megosztó személyiség jelenleg a dartsban. Vajon miért? Nem is értem. Nem is értem. Hoppá, nagyon fölé. Mind a kettő, ez meg alá. Ez csak 60-as kör. Mi történt meg? Egy kicsit megtorpant Szuljovics. Igen. 140-es. Igen, de ez ugye hozzátartozik az is, hogy Smith nagyon jól kezdett el dobni, tehát amikor az első két legnél jártunk még, akkor 76-os átlagon volt a teljes kör átlaga. 140-et dobott a harmadikat. 85-re nézzük a tripla 15-öt. Kell a 20-as. És akkor a bulla végére... Nem, maradt 25. Hogy Szolnokon mondanák a sportások, abból nem lett semmi. Jó, nézzük, megvettük. A Shanghai, kell a tripla. Tehát egy szimpla, dupla, tripla. Uff. Az nincs meg. Hoppá, nem tud kireppelni Szuljovics.
És akkor nézzük, igen, itt ez egy jó kiírás, az ötös és a dupla tíz neki az a kedvence, persze, meg is oldja. Persze, 5-2. 0-2-ről, hát nem bizonyát. Akármi, hogy fakét igen, és amit az előbb elkezdtem mondani, csak aztán félbehagytam a gondolatot, mert jött egy 180, hogy Mansour kicsit, mintha megtorpant volna. Igen ám, csak az hozzátartozik a történethez, hogy ugye Michael két leg után 70-es kör átlagon trónolt. Most meg ott tartunk, hogy az első 9-nél a 108, a teljes kör átlaga meg 99,76. 180! Ebben sikerült egalizálni, 3-3. Hú, az állatsz kié volt? Tehát, hogy a White-é, a Diamond-é? Nem tudom, úgy tűnt egy pillanatra. Gondolom itt azért a Bully Boynak van a nagyobb szurkolótábora, nem? A Szuljovics meccsen, vagy rosszul hát, látom? Már csak azért is, mert Angliában azért vagyunk, kérdezem. Tehát vélhetően. De azt egyébként hozzá kell tennem, hogy általában a helyszínen tartózkodók nem vélekednek hasonlóan az internetezőkkel, mint már Mansour esetében, tehát ott azért ő is meg szokta kapni a megfelelő biztatást. 140-es közben Smith-től. Így van. De a helyzeti előnye ebben a legben még mindig Mansournál van. Tripla jött, le fog váltani 19-re. Le bizony, de csak egy szimpla. 94 a dobás, 127 marad. Az már ugye kiszálló, egy triplával teljesíthető. 56 a dobás, marad a 145, és akkor nézzük Mansour tripla 20, tripla 17 és dupla 8 a játék. Nincsen tripla 20, akkor tripla 19-re. Az megvan, megvan. És a bull. De magasan van azért még Smith, és várjunk vele, de Szuljovicsnak mint egy falat kenyér úgy kéne ez a leg. Hát így meg lesz-e az esélye, ez már nem lesz meg Smithnek. Csak 14 lett. 59 a dobás összesen, 86 pontra jött le ezzel az angol. Kicsit szétszórt a nyilait most Smith. Megvan a 9-es, és a dupla 8-ra két nyíl. Egy is elég, nagyon jó. 5-3, kapaszkodik Szuljovics. Kell is, legyen meccs, tehát ne legyen itt nagyon egyoldalú találkozó, mert aztán könnyen unalomba fulladhat az egész. Minél szorosabb nekünk nézőknek, annál jobb. Egyébként 6 éve volt az első mérkőzésük, akkor azt Smith nyerte. És az utolsót is 6-2-re. És ugye volt, oppá, közben kipattant az egyik, volt egy 18-as mérkőzésük a Masters-en, ugye? Igen, ez volt az a bizonyos két évvel ezelőtti első körös meccs, azt Mansour vitte akkor. 100. Azok számára, akik esetleg most kapcsolódnak be, igen, a Galaxy 4-en immár profi darts is látható, ez a Masters a hétvégén Angliában ezt a versenyt rendezik. Hát tulajdonképpen egy hónapos Csipke Rózsika álmát követően éledezik a darts társadalom. Ilyenkor mit csinálnak abban az egy hónapban a versenyzők? Mindenki relaxál? Vagy mindenki edz? Konkrétan azt teszik, amit egész évben nem tudnak, pihennek. Gondoltam, azért valamennyire kikapcsolnak. Muszáj nekik, hiszen tényleg, amit beszéltünk is még a közvetítésen, nagyon feszített tempóban kell egy szezont végig tolni. Nem is szokott azért az nagyon sikerülni, hogy mindenki minden versenyre el tud jutni, és minden versenyen a maximumot tudja kihozni a játékából. De szép! Ez most kellett nagyon Mansournak. Ő is szép. Igen, gyönyörű. De Michael is nagyon jól dob. Na még egy. Letolta a kis szektor 20-asba. 121 marad. De ezzel ő már kiszállón van. Bizony. Nézzük, hogy az osztrák mekkora nyomást tud ráhelyezni az ellenfelére. Egy tripla 20 ebben mindenképpen a segítségére van, le fog váltani. Egyébként Szuljovics játék a földgyorsult ahhoz képest, amit én láttam jó néhány évvel ezelőtt tőle. Rengeteget várt fogalmazhatunk két dobás között. Igen, fogalmazhatunk egyébként úgy is, hogy Mansournak a játéka az egy 62. konkrét hullámvasút volt, mert van fent az egyik legnagyobb videó megosztó portálon egy mérkőzés, egy BDO világbajnoki mérkőzés, Mervyn King ellen játszott. Össze se lehet hasonlítani, nem csak küllemre, hiszen a jó pár kilóval vékonyabb volt akkor még Mansour, de olyan tempóban dobta a nyilakat, amilyen tempóra szerintem ma már nem lenne képes. Aztán ugye visszalassult, most meg egy picit megint ugye gyorsított. Ez a baj neki, még egy dupla tízes. És megcsinálja Smith, óriási lehetőséget szalasztott el Szuljovics. Lehetett volna 5-4, így 6-3 az angolnak. Bizony, és ami nagyon érdekes, hogy eddig lejátszott a 9 leget, és a 9 legből 6 esetben nem az a játékos nyerte a leget, aki kezdte. Jaj, még brékelnek itt rendesen késő este.
6-3 tehát, magyar-angol, és ugye a legvégén majd megint lesz egy szünet, ha minden igaz. Kötelező kereskedelmi szünetek. Ajaj. Reklámbevételek kellenek a PDC-nek, hiszen ugye tudjuk nagyon jó, hogy ez egy üzleti alapokon működő szervezet. Ennek köszönhető, hogy lényegesen nagyobb pénzdíjakkal tudnak operálni, mint a WDF, vagy korábban a BDO, aminek ugye jelenleg még nem tudjuk, hogy mi lesz a további sorsa, ott is most még állabál. Ugye itt a győztes 60 ezer angol fontot kap, a második 25 ezeret, az elődöntősök 17.500-at, a negyeddöntősök 10 ezeret, aki itt kikap, az mindössze 5000 fonttal mehet haza. Üzemanyagpénznek jó lenne azért, úgyhogy. Attól függ, mivel jött. Hát ha hidroplánnal, akkor nem elég. De legyünk zöldek, gyalog jöttek. Igen, el tudom képzelni, szóval egy kis batyúval a hátán átjött Bécsből. Stoppal. Ja? Miért ne? Az viszont jó. Gyönyörű. Az jó. 92-ről. És ez egy újabb 11 Ila Smith-től, és ez a 7-3. Hamarosan folytatjuk.